a mártír halált halt Nagy Imrére és az 56-os hősökre emlékeztek Békés Csabán. A Csabai Csabán az igazi, több mint 500 csapat mérkőzött meg a nemzetközi kolbászgyúró versenyen. Győzelem a bajnoki nyitányon, 3-0-ra múlta felül a BRS-e a Kaposvárt. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Békés Csabai Jókai Színház Vigadó termében emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire vasárnap. Az eseményen a színház társulata ünnepi műsorral tisztelgett a város júliusban elhunyt 56-os hőse Fekete Pál emléke előtt. A megemlékezés zárásaként megkoszorúzták Nagy Imre mártír halált halt miniszterelnök szobrát. A vasárnapi megemlékezés a Békés megyei kormányhivatalt vezető főispán beszédével kezdődött, amelyben elmondta, Fekete Pál egy olyan bölcs ember volt, aki mindössze 27 esztendősen lett a Békés megyei forradalmi bizottság elnöke. Takács Árpád hangsúlyozta, mi Békés Csabaiak sokat köszönhetünk neki. Az ő kiváló diplomáciai érzékének, bátorságának köszönhető az, hogy a megtorlás követő időszakban nem volt tömeges vérontás, és Békés Csaba nem semmisült meg. Azt gondolom, hogy tisztelet és hála Fekete Pálnak, és mindannyiunkat ez az örökség természetesen kötelez. Fekete Pál az az ember, aki 1956-ról azt mondta, hogy az a lelkiismeret forradalma volt, ez az, ami nekünk iránytűként kell, hogy szolgáljon. Csinosítjuk szívünk, várván remélt jelet. Mikor majd október szabadságot jelent. Az eseményen a Békés Csabai Jókai Színház társulata ünnepi műsorral tisztelgett a város júliusban elhunyt 56-os hőse Fekete Pál emléke előtt, valamint mindazokra, akik életüket adták a magyar hazáért. A múltunkra emlékezni illik és célszerű emlékezni kell. 56 egy olyan időpontja a magyar történelemnek, amikor a magyar nép, a magyar nemzet kiállt az önrendelkezési jogáért, megmutatta a szabadságvágyát, megmutatta a nemzet a haza iránti elkötelezettségét, megmutatta az elnyomás iránti küzdelemben, hogy milyen ereje van. Az ünnepi műsort követően a megjelentek átvonultak a Nagy Imre térre, ahol a Magyar Honvédség 2. Vitézvattai Antal területvédelmi ezred 101-es Fekete Imre területvédelmi zászlóalj kíséretében megkoszorúzták a mártír halált halt miniszterelnök szobrát. Október 23-a az ünnep, annak a bátorságnak, annak a hazáért való feltétel nélküli odaadásnak, amit 66 évvel ezelőtt a forradalmárok tanúsítottak, mind Budapesten, mind itt Békés Csabán. Békés Csabán Fekete Pál személye volt az, amely élére állt a forradalmi tanácsnak. A jelenlévők az esemény zárásaként elhelyezték az emlékezés mécseseit. A benzin és élelmiszer ástop fenntartása mellett a kamat és rezsi ástop is megmarad, hangzott el a szombati kormányinfón. A múlt szerdai kormányülésen meghozott döntések értelmében a kormány kiterjeszti a kamatstoppot a kis és közepes vállalkozásokra. Emellett meghosszabbítják a Széchenyi kártya hitelprogramját, valamint gyármentő programot is indítanak. Az EU csúcson meghozott döntésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a Magyarország és Oroszország között korábban megszületett hosszú távú gázszállítási megállapodás nem került veszélybe. Halálos közlekedési baleset történt szombaton Gyoma Endrőt közelében, ahol egy személyautó letért az útról és fának csapódott. A balesetben a jármű vezetője és 3 utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életüket vesztették. A baleset a Gyomaendrődöt Dévaványával összekötő útszakaszon történt szombaton, nem sokkal délelőtt 10 óra után. Ismeretlen okból egy személyautó átért a menetiránya szerinti baloldalra, lesodorodott az útról és fának csapódott. A balesetben a jármű vezetője és 3 utasa, mind a 4-en Hajdú-Bihar megyei férfiak voltak, olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket vesztették.
Az ugyan jelenleg még nem tisztázott, hogy a jármű mekkora sebességgel csapódhatott a fának, de az ütközés következtében a gépkocsi teteje is leszakadt, valamint az egyik utas is kizuhant, így jelentős sebességtúllépés történhetett. A helyi önkormányzati és a szarvasi hivatásos tűzoltók balesetet szenvedett jármű 4 utasát feszítővágó eszköz segítségével kiemelték, majd átadták őket a mentőszolgált munkatársainak. A balesetben sajtóértesülések szerint egy létavértesi apa és fia, valamint 2 debreceni rokonuk, szintén apa és fia vesztette életét. A közösségi médiában a baleset óta megjelent írások arról számolnak be, hogy a létavértesi áldozatok közül az édesapa korábban önkéntes tűzoltóként dolgozott. A baleset okát és körülményeit a szarvasi rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja. A 25. Csabai Kolbászfesztivál 3. napján több mint 500 csapat készítette el a híres hazait. A résztvevők között városvezetők, politikusok és iskolaigazgatók is szerepeltek. A Békés Csabai önkormányzat minden évben képviselteti magát a Kolbászfesztiválon. Szarvas Péter polgármester szerint fontos, hogy példát mutassanak és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Csabai Kolbász ősi receptje, a 200 éves történelme megmaradjon. Hogy nekünk elő kell járni a jó példával, itt vagyunk, gyúrunk is, és igyekszünk mindenkit rábeszélni arra, hogy szeresse, kedvelje, készítse és fogyassza a csabai kolbászt. Az önkormányzat csapata idén 5 asztalnál készített kolbászt, sokan a család kisebb tagjait is elhozták, a munkát pedig felosztották. Mindenki csinál valamit húsdarabból, utána amikor befűszereztük, bekeverik, és utána megy a töltés. Töltés az egy fontos dolog, oda olyan kell, aki ezt tudja csinálni, hogy ne szakadjon a bél, jó méretre legyen töltve. De mondjuk a fűszerezés is fontos, hogy milyen ízű kolbászt csinálunk. Szegedi Balázs alelnök a Békés megyei önkormányzat csapatát erősítette. Mint fogalmazott, a kolbász számára az összetartozás jelképe is. Én például az erősebbet szeretem, és stikában mindig beleteszek egy kis erőset. A szüleim a sósabban, ők stikában mindig a sót akarják elmérni. A húgom a fokhagymát, ő egy picit több fokhagymát tesz bele, és hogyha nincs ott a család egyetlen tagja, akkor nem lesz olyan a kolbászunk, mint az előzőjében. Sokadik alkalommal látogatott el Békés Csabára a budapesti Fidelitas. Elnökük elmondta, a fesztivál remek alkalom a csapatépítésre és a kikapcsolódásra. 2 napra jöttünk le ide, az első nap mindig az ismerkedésről szól, arról, hogy kicsit felfedezzük újra és újra a várost, mert egyébként tényleg gyönyörűnek tartunk, és a második nap ugye a kolbásztöltésről szól, a munkáról, és utána persze a kikapcsolódásról. Mucsi Balázs zsűritagként vett részt az eseményen, azonban arról beszámolt, hogyan készíti ő a magyar finomságot. Én nagyon szélsőséges vagyok, körülbelül 300 kiló kolbászt készítek hagyományosan, ennek 2/3 csípős, 1/3 csemege, és van egy olyan frakció a kolbászok között, ez kb. 30-50 kiló, amely a távol-keletről hozott ízeket rejti magában. Ezt a különleges kolbászt fahéjjal, narancs és citromhéjjal, vagy éppen szecsuáni borssal is megfűszerezi, amely végül az ünnepi asztalt színesíti. Hazánk egyik legnagyobb és legnépszerűbb gasztronómiai fesztiváljára az ország számos pontjáról és a határon túlról is sokan érkeztek. A versenyen sokan a tradíciókat helyezték előtérbe, míg mások egészen különleges megközelítésben mutatták be a kolbásztöltés fortéjait. Pruhászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, idén ismét a zsűri elnökeként vett részt a gyúróversenyen. Mint fogalmazott, a magyar gasztronómia tradícióinak továbbadása kiemelten fontos számára. Először megnézzük a ruházatot, megnézzük a környezetet, a higiéniát, megnézzük azt, hogy milyen kis ötlettel vannak, akár ruházatban, akár terítésben, megnézzük a féltvörzött kincseket, azokat a darálókat, töltőket, terítőket, amit ugye otthon csak nagyon ritkán vesznek elő, és hát ugye a kolbászról szól minden, megnézzük a fűszerpaprikát, hogyan darálják, és utána, amikor meg van sütve, akkor megnézzük ugye az ízeket. Pruhászka Béla szerint a fesztivál magasabb szintre emeli a csabai hungarikumot. Fási Ádám, a zsűri oszlopos tagja, a számára fontos kritériumokat hangsúlyozta. Sejmességét, a íz harmóniáját,
mennyi a paprika, hokhagyma, kömény arány és a só arány. Ettől igazi ez, ettől hungarikum. Hogyha ezt meg tudják találni a versenyzők, akkor nagyon finom sült kolbát fognak készíteni. A munka nagy lendülettel indult. A gyúróverseny kezdetén a hús és a legfontosabb fűszerek már minden asztalon megtalálhatóak voltak. A hungarikum elkészítése épp olyan fontos része a programsorozatnak, mint a jókedv és a kreativitás. Hello, sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Békésről jöttünk az idősek otthonából gyúrócsapatként. 11-en képviseljük a csapatot. A kolbász készítésnél volt olyan, aki a hús megfelelő összedolgozására esküdött. Mindent belerakunk, amit egy kolbászba bele kell. Kérlek szépen még az a titok, hogy az összegyúrás. Tehát mindenki belerakja az alapanyagot, de mi a többször átgyúrásban hiszünk, így a legfinomabb a kolbász. Én ezt felügyelem személyesen. Nagyon fontos az üzenete, a hagyomány átadás. Híve vagyunk annak, hogy akkor van valaminek létjogosultsága, a kisgyerekkortól kezdve végig a feldolgozás folyamatában részt vesz a gyerek. Úgyhogy ezért vagyunk ma is itt, meg csütörtökön is, meg holnap is. Hégely Sándor fesztivál igazgató szerint a hagyományőrzés a legfontosabb üzenete a 25. Csabai Kolbász Fesztiválnak. Fent fog maradni ez a hagyományőrző fesztivál, és hogy sikerült egy következő generációnak is átadni a kolbász töltésnek a tudását, és magát ezt az élő hagyományt. Ha körülnézünk, akkor ma itt 30-40 éves csapatok vannak. Ők azok ma, akik már örökítenek, és ők voltak azok 25 évvel ezelőtt, akikre örökítették ezt a hagyományt. Azt gondolom, hogy ez így minden megmutat. A nap végén az ítészek hirdették ki a szombati kolbászgyúró verseny győzteseit. Higgyék el, fantasztikus termékeket küldtek be zsűrizésnek. Köszönet az, hogy ilyen szépen megjelentek, köszönet az, hogy ennyire jó hangulatot produkáltak. Én azt hiszem, hogy tehát méltón tudjuk megünnepelni a 25. kolbászfesztivált. Mindenkinek szívből gratulálok! A zsűri elnöke kiemelte, hogy minden csapat a jubileumi kolbászfesztiválhoz méltó teljesítményt nyújtott. A végső győztesnek a Tóth Komlósról érkezett komlósi bikák csapata bizonyult. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, évek óta járunk, 25 évvel ezelőtt is már itt voltunk a kolbászfesztiválon. Minden évben ugyanúgy készültünk lélekkel, szívvel, mindent beleadtunk, és ez egy nagyon megtiszteltető, hogy ezt megnyertük. Ez egy nagyon nagy elismerés, és büszke vagyok az egész csapatra, és mindenkire, mert tényleg apait, anyait mindent beleadtunk. A szervezők bíznak abban, hogy nem csak a komlósi bikák, hanem minél több csapat jövőre is visszatér a gyúróversenyre. Fél időben még vezetett, végül ismét vereséget szenvedett a Békéscsabai Előre NKS-e a női kézilabda NB1-ben. Az utolsó helyen álló együttes a bajnokságban szintén pont nélkül álló MTK Budapestet fogadta hazai pályán péntek este. A kékfehér mezes fővárosi csapat kezdte jobban a mérkőzést, hiszen a harmadik percben már 2 góllal vezetett. A hazai együttes a 14. percben Maria Lanisnatin góljával érte utol ellenfelét, ekkor 7-7 volt az állás. Az első negyed óra után feljavult a Békés Csaba, és egy 3-as emberelőnyt kihasználva a 18. percben átvette a vezetést. Pap Bálint együttesének lendülete megmaradt a játékrész folytatásában, ráadásul a hazai hálóőr Marina Razum több bravúrt is bemutatott, így a szünetre 14-13-as csabai előnnyel mentek a csapatok. A második félidő első gólját az MTK szerezte, amikor Szabó Kitti egyenlített. A találat után 2 perces kiállítást kapott a fővárosi gárda, ezt kihasználva a hazaiak Andrócki Flóra gólja után ismét vezetést szereztek. A 37. percben az MTK fordított és átvette a mérkőzés irányítását, ekkor 17-16-ot mutatott az eredményjelző. A következő 10 percben kiegyenlített játék zajlott a pályán, az Előre NKS-e 3-szor is egalizált, az 50. percben 21-21 volt az állás. A hazai csapat az utolsó 10 percben rossz periódusba került,
ezt pedig az ellenfél nagyon jól kihasználta. Így az 55. percben Gross Vivien találata után már 4 gól volt a különbség. A Békés Csaba már csak szépíteni tudott az eredményen, így 2 gólos, 27-25-ös vereséget szenvedett. Nagyon nehéz pozíció volt, mert egy edzésen csak tudtam dolgozni csapattal, de mondtam, hogy nem ez a csapat küzdelem, hogy ha akarunk, és szíve, és megadott, igazi csapati munka volt, és azért szerintem a védekezben döntünk a mérkőzés, és Suba is segített hátra. A Békés Csaba 5 meccs után továbbra is nyeretlen az NB1-ben, és az utolsó helyen áll pont nélkül. Míg az MTK megszerezte első győzelmét, és feljött a táblázat 10. helyére. Több zicser kimaradt, ugye az ellenfélkapus azt abban a szakaszban védett, abból megfordult a mérkőzés, és utána megint volt egy olyan szakaszunk, amikor egy picit hitehagyottak voltunk, belassultunk, és a támadójátékban elbizonytalanodtunk. Ezt az MTK nagyon jól kihasználta, és ott meglépett. Utána hiába kapaszkodtunk, meg voltak jó dolgaink. Az a rövid zárlat, az megint problémás lett. A bajnokságban a következő 6 hétben nem rendeznek mérkőzést az Európa-bajnokság miatt. Az előre a válogatott szünet után először december 7-én lép pályára a listavezető Győri Audietó KC otthonában. Győzelemmel kezdte meg a női röplabda Extraliga 2022-23-as kiírását szombat este a Svitelszki Békés Csaba. A Viharsarki együttes a nyitófordulóban a Kaposvár csapatát fogadta. Az összecsapás első szettje kiélezett csatát hozott. A maratoni játszma végül az arany-fekete mezben pályára lépő BRS-e 28-26-os sikerével zárult. A második etapban 4 ponttal is vezetett a Somogyi Gárda, de a Békés Csaba fordítani tudott. A hajrá is jobban sikerült Tóth Gábor játékosainak, akik megduplázták előnyüket. A harmadik játék részben is a hazai együttes akarata érvényesült, a BRS-e végül 25-17-re nyerte meg a szettet, és 3-0-ra diadalmaskodott. A Svitelszki Békés Csaba a hétközi Magyar Kupa összecsapását követően szombaton a Szent Benedek Röplabda Akadémia együttesét fogadja a bajnokság második fordulójában. 9 nyeretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után újra nyert a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó MB2-ben. Bralás Gábor csapata hátrányból fordítva gólzáporos mérkőzésen 4-3-ra győzött a Nyíregyháza Spartacus ellen a 13. forduló szombatesti rangadóján. Rosszul kezdődött az összecsapás a csabaiak számára. A fehérmezes Nyíregyháza már az 5. percben vezetést szerzett. Novák átívelt labdája után Pekár László lőtt kapásból a rövid sarokba. Gyorsan reagált a hazai gárda, 2 perccel később Zvara távoli lövése után Fejér éppen Yasin Hamed elé ütötte a labdát, a nyírségiek kölcsönjátékosa pedig az 5-ösről a kapuba passzolt. Sőt, 20 perc sem telt el a mérkőzésből, amikor már a csabaiak vezettek. Szalai a jobb oldalról tört be a 16-os előterébe, majd 18 méterről ballal lőtt a bal alsó sarokba. A félidő folytatásában kevesebb helyzetet és több szabálytalanságot láthattak a szurkolók, a játékvezető 3 sárga lapot is kiosztott. A szünet után villámrajtot vett az előre, Horváth indította fejjel Hamedet, aki a kapujából rossz ütemben kilépő Fejér fölött a hálóba emelte a labdát. A vendégek 2-2-s cserével frissítettek, a Békés Csabáról eligazoló Kovács Ádám 2 perccel beállása után a 64. percben 3-2-re módosította az állást. 4 perccel később Horváth Péter talán a forduló legszebb gólját szerezte, az alapvonal közeléből lőtt szabadrugásból a hosszú felső sarokba, ezzel ismét megduplázva a csabai előnyt. A nyírségiek ráadásul az utolsó negyed órára emberhátrányba is kerültek. Deutsch Bence 3 perc alatt gyűjtött be 2 sárga lapot, így a kiállítás sorsára jutott. A 82. percben ugyan Novák Csanád még 11-esből szépített, de a hajrában a Békés Csaba megtartotta vezetését és 4-3-ra diadalmaskodott. Szerintem nem játszottunk rosszul, a gólt is nagyon jó ütemben értük el,
de tehát egy mérkőzésen 4 ilyen gólt kapjunk, nem is emlékszek az egész edzői meg a játékos pályafutásom során, hogy ekkora egyéni hibából lehet 4 gólt kapni. Tehát ez döntően befolyásolta a mérkőzést. Amikor visszajöttünk, ugye 3-1-nél 3-2-re újabb potyagol, tehát ez marha nehéz, tőlünk sokkal jobb csapat sem bírná ki. A Békés Csaba sikerével ellépett a tabella utolsó helyéről, és a 18. pozícióból várja a következő fordulót. Sajnos az első lehetőségét kihasználta a Nyíregyháza, de sikerült viszonylag hamar egyenlítenünk, utána úgy gondolom, hogy kézbe tartottuk a mérkőzést. Kicsit könnyű gólokat kaptunk, és ezért nem lett megnyugtatóbb, de mondtam a srácoknak a mérkőzés előtt, hogy mindegy, milyen arányban nyerünk, de ezt a mérkőzést ezt meg kell nyerni, úgyhogy igazából teljesítették a feladatot. A csabai együttes legközelebb vasárnap a 8. helyen álló Eto FC Győr otthonában lép pályára. Második győzelmét aratta péntek este a 2022-23-as kiírásban az MB2 keleti csoportjában szereplő Békés Csabai KK a listavezető Egri Eszterházi SC csapata ellen. Az összecsapás kemény fizikális játékkal kezdődött, az első negyed végén a házigazda állt jobban 1 ponttal. A második 10 percben sem csökkent az intenzitás, a csapatok felváltva szerezték a pontokat, a félidő végén 45-44-re a vendégek vezettek. A fordulást követően feljavult Lackó Róbert csapatának védekezése, így a harmadik negyed végén 65-59-es állásnál már a Békés Csaba állt jobban. A Viharsarki együttes az utolsó játék részben megtartotta vezetését, és végül 84-75-ös győzelmet aratott a listavezető ellen. A Békés Csabai KK csütörtökön folytatja a bajnokságot, amikor a sereghajtó Cívis KK U23-as együttese ellen lép pályára. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!